gulyás, paprikás kolbász, szalámi, túros csusza, lecsó, halászlé, vasárnapi húsleves, mangalica, muskátli, Budapest, Alföld, Balaton. Ezek a magyar identitás alapjai. Ezzel mutatkozunk be külföldieknek. És mi még a közös bennük? Az, hogy mindegyiket a 19. században találták ki. Akárcsak a magyar zenét, a magyar irodalmi nyelvet, a mai nyelvi és etnikai alapú identitást, a magyar történelem nagy elbeszélését, például a honfoglalást, ahogy ma gondolkodunk róla. A 19. a kitalált hagyomány és a megkomponált magyar identitás évszázada. Jó, de hát hogy lehet kitalálni egy kultúrtájat? Alföld és Balaton az mindig is volt, nem? Volt, csak éppen nem vették észre. A magyar kulturális kódrendszerben általános igazság, hogy az Alföld a puszta, szép, és hogy a szabadság érzetét kelti. De ezt a percepciót a 19. század találta ki. Egyrészt fizikailag, a Tisza szabályozása folyóágakkal, árterekkel, mocsaras zsombékos vidékekkel szabdalt Alföldet, egységes, száraz és gabonatermelésre és közlekedésre alkalmas területté tette. A homok megkötésére meg beültették akácfákkal, ami egyébként egy amerikai invazív faj. Másrészt pedig szellemileg. Előtte is tudták, hogy van ilyen, hogy Alföld, de nem tudták, hogy szép. Ezt Petőfi mondta meg, olyan jól, hogy Móricz Zsigmond is tőle tanulta, és mi is tőle tanuljuk. Szóval akkor mérnökök és költők kellenek egy nemzeti tájegység születéséhez? Lényegében igen. Jó, de hát a Balatont azt csak észrevették, nincsen túl sok tavunk. A helyzet az, hogy nem igazán. Vagy ha igen, akkor inkább bosszantotta őket. A magyar tenger képzete az Alfölddel együtt született meg, és ugyanúgy mérnökökre és költőkre volt szükség ahhoz, hogy észrevegyük. A 18. században még zavaró volt, hogy a Balaton itt van, nincs állandó medencéje, hatalmas lábvidékek övezik, a tó legmagasabb és legalacsonyabb vízszintje közti különbség 5 méter volt. Tihany, Szigliget, sőt, Fonyód is az év egy részében, nagyobbik részében sziget volt. Mindez persze kereskedelmi, sőt katonai problémákat is felvetett. Nem lehetett például gabonát vagy élelmiszert szállítani. Ráadásul az senkinek nem jutott eszébe, hogy cserébe fürdeni is lehetne benne. Mindebből egy logikus lépés következett, csapoljuk le. A Balaton lecsapolásának tervét nyilvánvalóan felsőbb kérésre, megrendelésre egy bizonyos Krieger Sámuel készítette el. Az ő 1776-ban rajzolt Balaton térképe hihetetlenül pontosan ábrázolta először a tópartvonalát. Korábban nem volt senkinek a fejében egy kognitív térkép erről, hiszen évente változott. A térképen meg lehet figyelni, Krieger különböző színnel jelölte a pillanatnyi állapot szerinti és a lecsapolás utáni majdani partokat. Ez a majdani part lényegében egy a Zala folyó torkolatától a Sió torkolatáig berajzolt hajózható csatorna partvonalát jelenti. Tehát a Balaton, mint olyan, mint tó, megszűnt volna. Szerencsére a lecsapolást helyi politikusokra és földbirtokosokra bízták, akik persze mindig a másiktól várták, hogy fizesse a beruházást. Ez a hagyomány nem halt meg teljesen, úgyhogy ez az egymásra mutogatás megmentette a tavat. A Balaton megmenekülésének persze volt még egy oka, ez pedig az, hogy a költők észrevették a magyar tengert. Az elnevezés egyébként Kazinczy Ferenctől származik, aki Magyarország geografikája című művében a Balatont először nevezte magyar tengernek, ezt egyébként 1775-ben tette, mindössze 16 évesen. A szintén gyakori kisdett tenger kifejezés pedig Pálóczi Horváth Ádámtól származik, aki itt Balatonon gazdálkodott 1782-től, és megtetszett neki. A Balaton felfedezői sorában az egyik legfontosabb kulcsfigura azonban Festetics György, aki 1801-ben Keszthelyen megalapította Európa első mezőgazdasági felsőfokú intézményét, és Helikoni irodalmi ünnepségek néven hát egyfajta költőversenyt szervezett itt rendszeresen. A mezőgazdák fejében megjelent, hogy akár locsolni is lehetne ezzel a vízzel, a poéták pedig elábrándoztak a víztömeg felett. Vagyis a költők észrevették a vizet. Persze nem véletlenül, a tó megfeleltethetővé vált ezen időszak átalakuló tájeszményének is,
annak az egyszerre szelíd, egyszerre nyugtalan érzelmeket kiváltó tájképnek, amely a preromantikus ábrázolási eszményt jellemzi. De Festetics ráadásul megteremtette a balatoni hajózást is. Majdnem 40 különböző méretű hajó tartozott az uradalmához. A hajóparkja a leghíresebb egysége, az a 27 méter hosszú kétárbócos Főnix nevű gája volt, amelyel Balaton akaratjára szállított bort és fát, visszafelé pedig sót. Számos poéta írt Festeticsnek címzett költeményeket, többek között Csokonai Vitéz, Mihály, Baróti Szabó Dávid vagy Berzsenyi Dániel. Izgalmas módon ebben a korszakban Festetics alakja is összekapcsolódik a magyar tenger megnevezés jelentés bővülésével. Ezt Virág Benedek összegzi legtömörebben a versében, Festeticsünk Balatonja tenger. Aztán jön egy újabb birodalmi jelentés bővülés, Kisfaludi Sándor, a kor legnépszerűbb, legismertebb költője, felfedezte a várakat. Pontosabban a várromokat, amelyeket korábban legfeljebb építőanyag forrásnak tekintettek. Ehhez ismét egy modern irodalmi áramlat kellett, a romantika. Számos Balaton környékét megörökítő regét írt, így született meg a Somló, a Csobánc, a regék a magyar előidőkből. A vízőt nem különösebben érdekelte önmagában, de felfedezte, hogy a Balaton környéke vadregényes. Az itt élők nem nagyon osztották ezt a korban, nagy részük ekkor még lecsapoláspárti. A Balatonról a 19. század első felében a környéken lakók véleménye nagyjából az volt, hogy a tó egészségtelen, gőzbűzölög, vagy haszontalan és gyilkos állóvíz. Tehát a lakók, legalábbis egy hangos csoportjuk, mindenképpen a kiszárítás mellett voltak. Aztán jött a reformkor, amikor Balatonfüred vált az ország egyik társasági központjává. A kor legfontosabb írói és politikusai, köztük Vörös Marti Mihály, Veselényi Miklós, Széchenyi István vagy Kossuth Lajos egyaránt megfordultak itt. Ők már a víz miatt jöttek, csak hogy nem a Balaton vize miatt, hanem a gyógyhatásúnak gondolt füredi savanyú víz vonzotta ide őket. A tóban való fürdőzés még nekik sem jutott eszükbe, nem csoda, mert lényegében senki nem tudott úszni még ebben a korban. Az 1830-as években egy bizonyos beszédes József kapta azt a feladatot, hogy végre készítsen már egy tervezetet a lecsapolásról. Ekkor már nem az egész tavat akarták eltüntetni. Beszédes 1834-ben ismertette az elképzeléseit, majdnem 4 méterrel akarta a vízszintet lesüllyeszteni. Ekkor egy 336 négyzetkilométeres vízfelület maradt volna meg, a jelenlegi fele. Aztán persze elindultak a viták, a tárgyalásokkal, a földtulajdonosokkal, megalakultak az úgynevezett lecsapoló társulások, azonban ekkor már a lecsapolókkal szemben a vízszint szabályozás hívei győztek. Hogy miért? Azért, mert a reformkor politikusai ekkor már tudták, hogy a Balaton szép, vagy legalábbis szépnek kell látni, és ezt a szépséget valamilyen módon meg kell őrizni. Kossuth Lajos például 1842-ben itt Füreden vetette papírra a tó fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, füredi fürdőlevél néven ismerté vált írásában. A Balaton szépségének taglalása mellett elsősorban a hajózás fejlesztését sürgette. Természetesen Széchenyi István sem maradhatott ki. Ő sem csak gazdasági potenciált látott már ekkor a tóban, hanem szépséget is. Ez azt jelenti, hogy a költők bizonyos értelemben győztek a tudat felett. Széchenyi volt, egyszerre volt lecsapoláspárti, szabályozás és nyaralóhelypárti, de a legfontosabbnak ő is egy hajózható csatorna kiépítését tartotta volna a Dunáig. Azért a déli partot ő is megszüntette volna, a mai sekély vizet lecsapolásra ítélte ő is, de hát legalább nem az egészen. Ez szerencsére nem valósult meg, a Lánchíd elvitte a fókuszt. Tulajdonképpen a Duna megmentette a Balatont. De a reformkor mégis áttörést hoz, Kossuth és Széchenyi közös javaslatára ilyesmi ritka volt, összefogásukra elindult a tavi gőzhajózás. Elsősorban még kereskedelmi célokkal, a balatoni vízi közlekedést egy Kisfaludi Sándorról elnevezett gőzös vízrebocsátása oldotta meg 1846-ban, és a következő években sorra épültek a kikötők ennek a hajónak a fogadására, és mire 1847-ben a rendszeres balatoni gőzhajójáratok megindultak, már 9 kikötőben köthettek ki.
A hajóforgalom megindulása természetesen élénkítőleg hatott a partmenti településekre, ők már biztos nem járultak volna hozzá a lecsapoláshoz. Aztán megint a költők következnek. 1848-ban Garai János megírja az első Balatonról szóló verses kötetet Balatoni kagylók címmel. Kötete a 19. század első felében képződő összes irodalmi Balaton reprezentációnak, hát valamiféle szintézise, és ez az, ami végleg beemeli a Balatont a nemzeti identitásba. Tényleg minden van ebben, Kégyönyörtől itt a tündéri kép, meg persze szorgosan közlekedő gőzhajók is. Aztán tudjuk, mi következik 1848 után, a neoabszolutizmus kora. A szempontunkból meghatározó kulcsfigura Zichy Ferenc, ő egy elég ellentmondásos alak, ő volt a helytartó tanács vezetője 1848 előtt, később pedig ő lett a cári csapatok szállás csinálója, a Muszka vezető. De egyébként ő a Balaton Széchenyije. A kezdeményezésére jön létre a Balaton Szabályozó Társaság, aminek a programja nagyjából úgy foglalható össze, hogy a Balaton és Sió mentén húzódó mocsarakat ki kell szárítani, a déli partot védeni kell az áradásoktól, a Dunát és a Balatont valamilyen összekötő, hajózható csatornát pedig meg kell építeni, azaz meg kell teremteni a Balaton végleges formáját. A Balaton formája az csak egy művi dolog? Igen. A Balaton mai alakja egy mérnöki bakinak köszönhető. Elkezdődött ugyanis a Pest-Budát Nagykanizsával összekötő vasútnak a tervezése, aztán az építése. A helyi viszonyokat nem ismerő mérnökök nem hallgattak a helyiekre, akik azt mondták, hogy most nagyon alacsonyan van a Balaton, de hát méterekkel magasabban is szokott lenni. Azóta se változott ez, a mérnökök úgy csináltak, ahogy akartak. Így hát tulajdonképpen ártérre építették a pálya nyomvonalát, és az emelkedő vízszint a már elkészült pályaszakasz többször megrongálta. 1862-ben a tavaszi jégzajlás hatalmas helyenként 2 méteres torlaszokat emelt, és alámosta a töltést, a forgalom elakadt. Mit lehetett tenni? A vasutat elbontani és másutt délebre felépíteni, azt már nem lehetett, nagyon költséges lett volna. Egyszerű volt a Balaton vízszintjét lecsökkenteni, mégpedig azonnal. A lecsapolás mellett az állandó vízszint biztosítására is szükség volt természetesen, amire a Sió csatorna látszott a legalkalmasabbnak, a zalaiak ennek nem örültek. Egy 1862-es balatonfüredi értekezleten azoknak, akik attól féltek, hogy a lecsapolása tó végét jelenti, a szabályozás kormány biztosa, a Zichy Ferenc 2 dolgot ígért. Először is, hogy eltűnnek majd a posványok, ez tehát egy mérnöki ígéret, valamint azt, hogy virulni fog a bájoló vidék, ez pedig egy költői ígéret. De persze azt is mondta, hogy fellendül majd a mezőgazdaság és a kereskedelem, mert a Duna a Balatonnal hajózható csatornával lesz összekötve. A Balaton vízszintjének szabályozását a Siózsilip 1863-as megnyitásával sikerült is megoldani. A vízszintjét a vasút érdekeinek figyelembe vételével 95 cm-rel csökkentették, ezzel a tó a mai keretei közé szorult vissza, és innentől kezdve ehhez alakítottak mindent, az épített partfalakat, később a strandokat, és ennek köszönhetően épülhetett ki a déli part, úgy, ahogy van. A Balatonnak tehát lett sziluettje. Minden magyar felismeri, bekerült a kognitív térképtárba, úgy, ahogy az országhatárok is. Mi lett volna, hogyha a déli vasút mérnökei figyelembe veszik a helyiek figyelmeztetését, és nem ártérre építenek, akkor ma teljesen másként néznek ki ez a térkép, jóval délebbre épül meg a vasút, és ennek a túlhatás alakjára is lett volna hatása. Az 1870-es évekre elkezdődik a klasszikus fürdőkultúra. A vasúthálózat kiépülésével számos virágzó fürdőtelep jött létre, megszületett a déli part, ahol Siófok, Földvár, Boglár, Lelle, Fonyót hívogatták a nyaralni vágyokat, és általánossá válik a magyar tenger kifejezés, és mindaz, amit jelent. A század végén, az utolsó évében Eötvös Károly megírja az Utazás a Balaton körül, vagy Balatoni utazás című könyvét, ez egy esszéregény, de tulajdonképpen egy szerelmi vallomás a Balatonhoz, ami összegzi mindazt, amit a 19. század kitalált. De azért ez sem olyan egyszerű, mert amikor Eötvöst megkérdezte egy barátja, hogy mondj csak Károlykám, fürödtél te már valaha a Balatonba? Akkor ő azt mondta, hogy fürdött a Manó, nem vagyok én bivaj, hogy pocsétába bújjak.
Mert ehhez is változás kell, a strandoláshoz ugyanis le kell vetkőzni. Ehhez változó társasági szabályok kellenek. Például az, hogy férfiak és nők együtt fürödhetnek, és láthatják egymást akár hosszú fürdőruhában. Meg még valami, az, hogy az úszás, mint olyan, megjelenjen a térképen, és sportnak számítson. A századfordulóra kialakulnak a szabályok, sőt, társadalmi értelemben is rétegződik a Balaton, Füred az úri középosztály, Siófok a zsidó polgárság nyaralóhelye, itt a képen a Karinti család látható éppen Siófokon. Aztán jött Trianon, és a Balaton valóban magyar tengerré és kiemelt turisztikai célponttá vált, tehát máshova nagyon nem lehetett menni. Az 50-es években rárakódik még egy réteg, a városi polgárság, főleg a budapesti polgárság menekülőhelye lesz. És részben az irodalomé is. Sok író itt ide költözik, I. és Gyula Tihanyban, Németh László Sajkodon, Kodolányi János Balaton akaratján él, és hát az írók Szigligeten nyaralnak és alkotnak. Aztán jön a szocializmusban egy újabb jelentésbővülés, lángos, hek, úttörőtábor, vállalati üdülők, Zimmerfrei, és persze Ötvös Csöpi. Ennek ellenére, hogy ez már majdnem kész van, még néhányszor a 20. század második felében és azóta is felmerül, hogy változtassunk ezen. Például az 1960-as években felvetődött, hogy Tapolcának is legyen saját Balaton partja, ennek érdekében hihetetlen föltömeget mozdítottak volna meg, mesterséget is öblött ásva egészen Tapolcáig. Sőt, újabb lecsapolási tervek is jöttek. Veszprém megye nagyhatalmú pártitkára Pap János kitalálta, hogy legjobb lenne az egészet lecsapolni és kukoricával bevetni. Kicsi múlt, hogy nem sikerült. És hát azóta is, az ezredforduló óta is vannak ötletek, például szigetépítési tervek, vitorlázóknak. Ezekből mind-mind nem lett semmi. Azért, mert a magyar tenger mára elfoglalta helyét a magyar kognitív térképen, amely nem enged eféle változtatásokat. Ugye, hogy hiányozna? A költők és mérnökök együttműködése végérvényesen a magyar identitás részévé tette a Balatont. És hát azóta is nekünk a Balaton a Riviera. Köszönöm szépen!